Nagy szeretettel és alázattal köszöntelek, drága testvéreim. S veľkou láskou a pokorou vás všetkých pozdravujem, drahí bratia a sestry. Örülök, hogy újra itt lehetek köztetek. Teším sa tomu, že znova som tu medzi vami. Örülök, hogy összejöhetünk, hogy ilyen jó időnk van, és hogy áldottak vagyunk. Teším sa, že sa môžeme stretávať, že je taký dobrý čas, že sme požehnaní. Mondjunk el egy rövid imát. Poviem na začiatok jednu modlitbu. Köszönjük Istenünk, hogy te jó vagy hozzánk. Ďakujeme ti, Páne Bože, že si dobrý k nám. Hogy akkora te hatalmas kegyelmed. Že si nám dal takú veľkú milosť. Hogy annak egy morzsája is betölti az egész életünket. Že aj jedna omrvinka z nej naplňa náš celý život. Köszönjük, hogy te ilyen gondoskodó, szerető atya vagy. Ďakujeme ti, že si taký starostlivý, dobrý otec. Hogy te nap mint nap gondolt viselsz rólunk. Že ty deň čo deň sa staráš o nás. Sőt, a nap minden percében tudsz rólunk. Však dokonca aj každú minútu sa o nás, vieš o nás. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te annyira szerettél minket, hogy önként feláldoztad magadat értünk. Ďakujeme ti, Pán Ježiš, že si nás tak miloval, že si sa obetoval za nás. Úgy, hogy mi ezt meg sem érdemeltük. Takže my sme si to ani ničím nezaslúžili. Kérlek, tégy minket arra, hogy legyünk méltóak erre a kegyelemre. Prosíme ťa, aby sme mohli byť hodní tejto milosti. Köszönjük ezt neked. Ďakujeme ti za to. Ezt a hatalmas kegyelmet. Za tú obrovskú milosť. Amen. Amen. Hát ma újra egy ismert igével jöttem. Dnes som priniesol zas také veľmi známe slovo. Azzal az igével készültem. Na toto slovo som sa pripravil. Ami a Máté evangéliumában van leírva. Ktoré je napísané v Matúšovom evanjeliu. És ez a 8. fejezet. V 8. kapitole. A 5-től a 13. versig. A budeme čítať od 5. po 13. verš. Ekkor Jézus Kapernaumba ért, és egy római százados lépett hozzá, és így könyörgött. Uram, a szolgám megbénult, otthon fekszik, és nagy fájdalmai vannak. Megyek és meggyógyítom, válaszolta Jézus. A százados azonban így felelt. Uram, nem vagyok rá méltó, hogy a házamba jöjj. Elég, ha szólsz egy szót, és meggyógyul a szolgám. A feletteseimnek vagyok alárendelve, s ők felhatalmaztak arra, hogy a katonáimnak parancsoljak. Ha azt mondom az egyiknek, menj el, az el is megy. Vagy ha szólok a másiknak, hogy gyere ide, az oda jön hozzám. És ha azt mondom a szolgámnak, tedd meg ezt, az meg is teszi. Ezen a válaszon Jézus nagyon elcsodálkozott, és ezt mondta azoknak, akik őt követték. Igazán mondom nektek, egész Izraelben nem találtam ilyen nagy hitet senkiben. Bizony, sokan eljönnek majd az egész világról, keletről, nyugatig,
a nemzetek közül, és asztalhoz ülnek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal együtt Isten királyságában. Akik pedig arra születtek, hogy a királyság örökösei legyenek, azokat kidobják és a külső sötétségbe, ahol fájdalomban sírnak majd, és fogokat csikorgatják. Majd a századoshoz fordult, menj haza nyugodtan, legyen meg, amit kértél a hitet szerint. Ezzel egy időben százados szolgája valóban meggyógyult. A keď vošiel Ježiš do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník, ktorý ho prosil a hovoril, Pane, môj služobník leží doma porazený a hrozne sa trápi. A Ježiš mu riekol, ja prídem a uzdravím ho. A stotník odpovedal a riekol, Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a môj služobník bude uzdravený. Lebo veď i ja som človek pod mocou iných majúc, pod sebou vojakov a keď poviem tomuto íď, tak ide a inému prídi a príde a svojmu sluhovi učiň toto a učiní. A keď to počul Ježiš, zadivil sa a povedal tým, ktorí išli za ním. Amen vám hovorím, že ani v Izraelovi som nenašiel tak veľkej viery. Ale vám hovorím, že mnohí prídu od východu a od západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v nebeskom kráľovstve. Ale synovia kráľovstva budú vyvrhnutí do zovnútornej tmy. Tam bude pláč a škrípanie s zubami. A potom riekol Ježiš stotníkovi, íď a ako si uveril, tak nech sa ti stane. A jeho služobník bol uzdravený v tú hodinu. Ez, ami eszembe jutott ennek az igének a kapcsán először. To, čo mi prišlo na mysel najskôr v súvislosti s týmto slovom. Hogy szólj egy szót és meggyógyul a szolgá. Že len povedz slovo a bude uzdravený môj sluha. És úgy azt gondolom, hogy ez a, ennek a ige szakasznak. A to si myslím, že tomuto oddielu písma. Ez a gerince ennek az egésznek. To je akoby chrbtica tohto, hlavné slovo tohto, tejto časti písma. Ebbe úgy minden, benne van a lényeg. Toto je podstata. Ugye, és mit értünk a lényeg alatt? A čo rozumieme pod touto podstatou? Azt szeretném most elmagyarázni. Teraz by som to chcel vysvetliť. Ugye elsősorban kis volt ez a százados. V prvom rade to, že kto bol ten stotník? Hát ez egy, ahogy Lukács evangéliumában is le van írva, ott a helyi beliek között egy megbecsült ember volt. Ako je napísané v príbehu, tomto príbehu v Lukášovom evanjeliu, tak on bol miestny nejaký vážený človek. On vystavil tam synagógu. És annak ellenére, hogy ő annak a hatalomnak a alárendeltje volt, aki megszállta azt a területet, azt a Izrael földjét. A on bol podriadený tomu zriadeniu, ktoré vlastne obsadilo Izrael. Igen, és úgymond egy pogány ember volt. To bol jeden pohanský človek. Akinek úgymond lényegében semmi köze nem volt ahhoz a földhöz, ahhoz a néphez. On vlastne nemal nič s tým ľudom izraelským ani s tým národom. Csak belecsöppent abba a helyzetbe, úgymond. Len sa tam ocitol v tej situácii. A hivatásából kifolyólag. Z nejakej úradnej moci vyplývajúcej. És ugye ő hát nem volt egy úgymond egy átlag ember. Dá sa povedať, že nebol to taký priemerný človek. Volt hatalma, volt befolyása. Mal nejakú moc, mal nejaký vplyv. Úgy
hát ahogy a nevében is benne van, 100 ember volt a alárendeltje. Ako má už aj v tom názve, že bol stotník, 100 ľudí mu bolo podriadených? Ja to tudjuk képzelni, itt most ülünk 25-en, azért azt el tudjuk képzelni, hogy hány ember úgymond várta az ő parancsait. Ako nás je tu niekedy 20 alebo 25 a je na neho 100 ľudí čakalo na jeho príkazy. És de ő tudta, hogy nem ő a leghatalmasabb. Ő fölötte még állnak. A on vedel, že on nie je najmocnejší, že ešte sú mocnejší nad ním. Tisztában volt ezzel. On v tom mal jasno. Ugye nem csak a feletteseinek tartozott elszámolással. On nielen tým podriadeným, nadriadeným bol zodpovedný, ale... Hanem tudte nagyon jól, hogy még azok fölött is még létezik valami. Ale vedel, že aj nad ním ešte existuje niečo. És tudta, hogy Jézus ezt a nagy erőt képviseli. A vedel, že Ježíš reprezentuje túto veľkú moc. És tudta, hogy kihez kell fordulni. A vedel, na koho sa má obrátiť. És nem is akár mekkora hittel fordult oda. Ani nie s hociakou vierou sa obrátil k nemu. Ugye, az a egyszerű embernek a szava az azt lehet mondani, hogy manapság már nem sokat ér. A slovo jednoduchého človeka v dnešnej dobe neznamená veľa. És az régebben se volt nagyon másképp. Ani v tej dobe minulej nebolo to inak. Akkor is éltek hazug csaló emberek. Aj vtedy žili aj klamári a všelijakí podvodníci. És de ez a százados tudta, hogy Jézus szava az nem csak hogy igaz és megkérdőjelezhetetlen. On vedel, že Ježíšové slovo je pravda a je nespochybniteľné. Köszönöm. Hanem a Jézus szava az hatalom. Ale Ježišovo slove je moc. És ez a szó elég arra, hogy a távolban akár egy embert, akit nem is ismer, az meggyógyítson. Že aj keď vzdialený nejaký človek môže byť skrze to slovo uzdravený. Ugye Lukács evangéliumában úgy is olvashatjuk, hogy a százados nem is ő maga ment oda Jézushoz. A v Lukášovom evanjeliu čítame, že ani nie samotný ten stotník išiel za Ježišom. Hanem a szolgáját küldte. Ale poslal svojho sluhu. És amikor Jézus azt mondta, hogy elmegyek ehhez az emberhez, a keď Ježiš povedal, že ja pôjdem za tým človekom, akkor is a barátait küldte ki, hogy ő nem méltó arra, a százados, hogy Jézus betegye a házába a lábát. Tak on poslal ešte svojich priateľov, aby odkázali Ježišovi, že nie je hoden, aby Ježiš vošiel do jeho domu. Ő tökéletesen tisztában volt azzal, hogy hol helyezkedik el a ranglétrán. On vedel dokonale zaradiť tú stupnicu hierarchie, kde sa nachádza Ježiš. És hát ha belegondolunk, akkor my nem vagyunk századosok. Tak keď sa nad tým zamyslím, tak my nie sme žiadni stotníci. És még annyira se vagyunk méltóak, hogy az Úr Jézus betegye hozzánk a lábát. A nie sme hodní toho, aby Pán Ježiš tiež vložil svoje nohy do nášho príbytku. És
hogy egyáltalán szóljon hozzá még egy szót is. Alebo aby vôbec ku mne, k nám prehovoril nejaké slovo. Úgyhogy ez mostanában ez úgy érintett meg engem. Tak to sa ma tak dotklo v týchto dňoch. Hogy mennyire nem vagyunk méltóak Isten kegyelmére, de mégis a miénk. Že nakoľko nie sme hodní tej Božej milosti, ale predsa je naša. És ezzel kapcsolatban, hogy annyit szeretnék mondani, hogy most váltottam új munkahelyet. A v súvislosti s tým, to by som chcel povedať, že teraz som zmenil pracovisko. És előző munkahelyemmel kapcsolatban csak annyit, hogy ott rengeteg tapasztalatot, szakmai tapasztalatot szereztem. A k tomu predošlému môjmu pracovisku by som len toľko chcel povedať, že som tam množstvo odborných skúseností získal. És nem gondoltam azt, hogy én már tudok mindent. Nemyslel som si o sebe, že ja viem všetko. De eleget ahhoz, hogy ezt a munkát tökéletesen elvégezzem. Ale som sa usiloval, aby som dokonale urobil tú svoju prácu. És hát úgy az elmúlt hetekben arra is rájöttem, hogy még nagyon sokat kell tanulnom, még magában a szakmában belül is, amit nagyon szeretek. A teraz v týchto posledných týždňoch som zistil, že ešte veľa sa musím učiť v tom mojom odbore. És hát úgy igen, úgy kicsit elfelejtettem, hogy hol is helyezkedek el ezen a ranglétrán. A ako by som zabudol, že kde sa nachádzam na tej v tej hierarchii poznania. És na tom stupni poznania. Így hát újra és újra az embernek meg kell alázni magát, és el kell gondolkozni azon, hogy hol is helyezkedünk el abban a hierarchiában. Znova človek musí to prehodnocovať, že vlastne kde sa nachádza v tom, z tej stupnici poznania. És ez nem azt jelenti, hogy meg kell magunkat alázni teljesen a sárga földig. Nemyslím to, že človek by sa musel až do blata zeme skloniť. Hogy én nem érek semmit, engem senki nem szeret. Že ja nič neznamenám a nikto ma nemá rád. Hanem ilyen nehéz helyzetekben, amikor fáj az a kritika. Ale v takých ťažkých situáciách, keď bolí kritika, akkor azt kell kérdezni az Úr Jézustól, hogy ezzel mi a te akaratod, mi a te terved ezzel. A vtedy sa treba pýtať Pána Ježiša, že aká je tvoja vôľa s touto situáciou, aký máš s tým plán. Igen. És ezért úgy folyamatosan kell tudatosítanom, nekem legalábbis személy szerint, hogy tudatosítanom kell azt, hogy hol helyezkedek a ranglétrán. A ja stále musím si to uvedomovať, že kde sa nachádzam na tej stupnici. És hát ez arra is jó, hogy hogyan viszonyuljuk mi Jézushoz. A aj na tom záleží, že aký máme vzťah a postoj k Ježišovi. Ez, hogy mi úgymond hova gondoljuk magunkat. Že čo si myslíme o sebe. Mert ugye, ahogy tudjuk, hogy kemény szívvel Jézus nem tud mit kezdeni. Lebo s tvrdým srdcom si Ježiš nevie, čo si počať. És ennek a századosnak nem volt kemény szíve. A tento stotník nemal tvrdé srdce. Azt mondta, hogy tudta, hogy Jézus engedett Jézusnak. Lebo on bol poslušný Ježišovi. A chcel. Igen, és tudta, hogy Jézusnak van hatalma az ő, nem csak az ő életében személy szerint, hanem még a szolgája életében is, aki talán nem is ismerte Jézust.
cselekedni. Lebo on si uvedomoval to, že Ježiš má moc nad jeho životom a dokonca aj nad životom toho sluhu, ktorý možno ani Ježiša nepoznal a nevedel o ňom. Igen, és ezért csodálkozott Jézus, hogy ennek az embernek elég egy szó az ő szájából. És nem kell, hogy megérintse őt. Preto to takto povedal Ježišovi, že stačí jedno slovo, že netreba ani prísť a dotknúť sa toho človeka. Nem is kell, hogy egész éjszakát töltsön vele. On nemusí stráviť pri ňom jednu celú noc. Beszélgetéssel, vacsorázás. Nejakým rozprávaním sa, alebo spolu večerať. Tudta nagyon jó, hogy abban az egy szóban mekkora hatalom van. On vedel, že v tom jednom slove je aká moc. És ugye hát Jézus tegnap, ma és holnap egy és ugyanaz. Bo Ježíš bol aj včera, dnes, aj na veky je ten istý. Addig, míg el nem jön értünk. Dovtedy, kým nepríde pre nás. Míg tart ez a kegyelem. Kým ešte trvá tento deň milosti. Igen, és dicsőség az Úrnak, hogy nekünk tényleg elég egy szó a mi életünkbe. Lebo aj do nášho života niekedy stačí jedno slovo. És egy aprócska morzsa tényleg, amit ahogy említettük is. Aj také úplne nepatrné niečo ako omrvinka. Igen, és ő neki nem számít tényleg a távolság, vagy akármilyen mély depresszió, vagy betegség. Ő neki tényleg minden egy aprócska probléma, amit ennyivel ki lehet csöpörni az a mi életünkből. Lebo pre ňoho neznamená nič, nejaká vzdialenosť, alebo hlboké nejaké depresie, alebo nejaká choroba, že on... Len také jednoducho. Lebo áno, stačí úplne málo a on odstráni každý problém. Nem csak egy morzsát kínál a mi életünkbe. On ale nie len nejakú omrvinku nám ponúka do nášho života. Nem csak úgy, hogy is mondjam, úgy csepegteti az információt. Lebo on svoje informácie nie len tak po kvapkách dáva. Hanem ő tényleg, ő odatta az egész életét. On dal svoj celý život. És teljesen, még csak kérnünk kell. Ezt nem győzöm elégszer elmondani. A ani to neviem vypovedať, lebo nám stačí len si to prosiť od neho. És sokszor nekem is az életemben úgy tudatosítanom kell, hogy úgy nem tudom eléggé elhinni, hogy ő van nekem. A ja som si to uvedomil, že niekedy akoby som tomu ani nevedel uveriť, že ho mám. Igen, és ennek a századosnak, ennek igenis merem mondani, sokkal nagyobb hite volt, mint nekem. A tento stotník mal oveľa väčšiu vieru, ako mám ja. Ő neki igazán aktív hite volt. On mal skutočnú aktívnu vieru. Ő elhitte, hogy Jézus szava hatalom, és ő tett azért, hogy ezt ő megszerezze. On vedel, že Ježišovom slovo je moc a on urobil preto všetko, aby sa to tak stalo, aby to získal. És ugye, hogy mit értünk ez alatt, aktív hit alatt? Hogy mit értünk ez alatt, aktív hit alatt? Čo rozumieme pod tým slovom, že aktívna viera? Hát ugye ott van akár a vérfolyásos asszony története.
Je to ako v tom príbehu o žene s krvotokom. Ő tett azért, hogy Jézus közelségébe jusson. Ona urobila preto všetko, aby sa dostala do Ježišovej blízkosti. Nem úgy volt, hogy hát jó, hátra dőlök otthon, és akkor majd Isten meggyógyít. Nebolo to tak, že ona by si povedala, tak len sa doma tuto si lahnem a však Ježiš ma uzdraví. Úgyis, hát meggyógyított majd mást is. Veď uzdravil už aj iných. Engem is ugyanúgy meggyógyít, hogyha akar. Aj mňa môže uzdraviť, keď chce. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az Úr meggyógyít minden betegséget. Tým nechcem povedať, že Pán uzdraví každú nemoc. De bizony hatalmában áll meggyógyítani is, és minden bajt elűzni. Ale má to v moci, aby uzdravil každú chorobu. Ale očakáva našu aktivitu. És ezért úgy nekünk is úgy tenni kell érte. A my musíme preto niečo urobiť. Keresni kell az ő közelségét. Máme hľadať jeho blízkosť, prítomnosť. Úgy, ahogy elmúlt alkalommal is beszéltem róla, hogy rá kell hangolódnunk, hogy vele kell lenni egy közösségben. Ako som už aj minule hovoril o tom, že musíme sa na neho naladiť a prísť do jeho prítomnosti. Mert ő tényleg mindenhol ott van. Itt is itt van. Lebo on je všade, aj teraz je tu prítomný. Ő még a legmélyebb börtön sarkában is ott van. On je aj v tom najzadnejšom kúte väzenia. Ő még ott is megtalál minket. On aj tam nás nájde. És nem hagy magunkra. A nenechá nás samých. Ő tényleg, ő a leghűségesebb. Lebo on je naozaj najvernejší. Igen, és még oda is elhangzik az ő szava. Aj tam zaznie jeho slovo. Ott is meg lehet őt hallani. Aj tam sa ho dá počuť. És az is nagyon érdekes, hogy visszatérve a történethez. A ešte sa vrátim k tomu príbehu. Hogy ez a százados, hogy mire használta az ő hatalmát. Že ten stotník ako využil svoju moc. Hogy ő tudta, hogy ki van alatta, ki a szolgája. On vedel, kto je služobne jemu podriadený, alebo kto je jeho sluha. És az is nagyon érdekes volt számomra, hogy ezt a szolgát nem hagyta meghalni. Aj to bolo také zaujímavé pre mňa, že toho sluhu nenechal zomrieť. Ugye ő az sorsát a szívén viselte. On jeho osud niesol v srdci. És ahogy benne volt ez a szeretet, amit talán nem is tudott, hogy honnan eredt. A bola tam láska, ktorá ani možno nevedel, odkiaľ pochádza. És ami a legfontosabb, hogy nem igazán élt vissza a hatalmával. Že on nezneužil svoju právomoc. Tudta, hogy ő alatta 100 ember szolgál. On vedel, že pod ním slúži 100 ľudí. És nem használta ki, hogy nem adott fölösleges utasításokat. A on to nezneužil a odmietol utašitáš. Poranč. Nejak príkazy, nariadenia, príkazy. És szóval ő tudta, ő neki volt valószínűleg, hogy ő már ismerte Jézust is, és ő próbált az ő tanítása szerint élni.
A on pravdepodobne poznal Ježiša a snažil sa žiť podľa jeho učenia. Ezért sokszor nekünk sem szabad a hatalmunkkal visszaélni. A preto ani my by sme nemali zneužiť našu moc. Ugyanúgy én is tudok az én életemből mondani példát. A ja by som mohol hovoriť z môjho života nejaké príklady. És bizony nem igazán vagyok rájuk büszke. A veru, nie som na to hrdý. Hát bizony volt hogy én is visszaéltem a hatalmammal, és igazságtalan voltam. Bo stalo sa, že aj ja som zneužil moju moc a správal som sa nespravodlivo. Zachoval som sa. Konkrétan tegnap történt ez. A konkrétne aj včera sa to stalo. Tegnap este fáradtan hazaértem. Včera som večer prišiel domov unavený. Hát már majdnem sötét volt. A už bolo skoro tma. És hát láttam, hogy a öcsém. A tak som rozmýšľal nad tým, že môj mladší brat. Ja videl som, hogy, že môj mladší brat. Nem azt csinálja, amit én utasítottam neki. Som videl, že on nerobí to, čo ja som mu nariadil. Ugye otthon is rengeteg a munka. Aj doma je spústa práce. És megkértem őt, hogy csinálja ezt és ezt. A ja som mu povedal, aby toto a tamto urobil. Hát amikor hazaértem, látom, hogy nem azt csinálja, amit én mondtam neki. A keď som prišiel domov, tak som videl, že nerobí to, čo som mu povedal. És hát mondtam neki, hogy ez nem igazán, szerintem nem igazán nincs rendben, szerintem nincs ez így rendben. A som mu povedal, že toto nie je takto v poriadku. És hát őnek is csipkedni kellene magát, hogy ő is munkálkodjon a család dolgaiban, hogy ő is vegye ki a részét a munkából. A som mu hovoril, že aj on sa má snažiť, aby na prácach rodiny a veciach rodiny spolupracoval. Hát és ezzel így le is feküdtem aludni. Ezzel így le is feküdtem aludni. Aha, s týmto som si aj lahol spať. És másnap reggel láttam, hogy ő bizony nem tétlenkedett, hanem csinálta a munkát, amit én osztottam neki. A potom na druhý deň ráno som zbadal, že on vlastne nelenošil, ale urobil to, čo mal urobiť. Čak akkor, amikor én láttam őt, nem azt csinálta. Len práve vtedy, keď ja som jeho videl, tak nerobil práve to. És hát ő este alázatosan végighallgatott engem. A on večer ma pokorne vypočul. Nem szólt egy szót sem. Nepovedal ani slovo. És ma délután, amikor mentem haza, akkor ő folytatta a munkát. A dnes, keď som prišiel po obede domov z práce, tak on pokračoval v tej práci. És olyan szégyen volt a lelkemben, hogy gondoltam, hogy így nem tudok eljönni ide. A tak takú hambu som prežil vtedy v duši. És hát bizony oda kellett hozzá mennem és bocsánatot kérni. A tak som musel prísť k nemu a požiadať ho o prepáčenie. És bizony megvallom nektek, hogy én is visszaéltem a hatalmammal. A tak vám vyznávam, že aj ja som zneužil svoju moc. Az volt a válasza, hogy semmi baj. A on mi odpovedal, že nič sa nestalo. Dicsőség Istennek. Sláva Pánovi.
Úgyhogy nagy az Úr kegyelme. Veľká je milosť Božia. Nagyon, nagyon oda kell figyelni, hogy mit vetünk. Musíme veľmi dávať pozor na to, čo sejeme. Mert bizony sokszorosan le fogjuk azt aratni. Lebo viacnásobne to zožneme. Nagyon kell vigyázni a meglévő kapcsolatainkra. Veľmi musíme dávať pozor na naše vzťahy s našimi blízkymi. Nagyon, nagyon ápolni kell akár a feleségünkkel, vagy a szüleinkkel a kapcsolatot. Veľmi musíme udržiavať naše vzťahy s manželkami alebo s rodičmi. Megvan az ideje hallgatásnak és megvan az ideje szólásnak is. Lebo je čas aj mlčať a počúvať a je čas aj hovoriť. És bizony az öcsém az öcse volt és nem szólt. A môj brat sa zachoval správne, že nič nepovedal, mlčal. Dičoši Istennek. Sláva Pánovi. Je tudta, hogy én meg fogom látni az ő munkáját. On vedel, že ja uvidím jeho prácu. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Ďakujem, že ste ma vypočuli. Ma nagyjából ennyivel készültem. Takto som sa zhruba pripravil na dnes. Őszintén szóval nem sokat tudtam készülni erre az alkalomra. Úprimne povedané, nemal som veľa možností sa pripravovať. De hiszem, hogy egyszer majd tudok tartani hosszabb szolgálatot is. Ale verím tomu, že budem v budúcnosti vedieť aj viac slúžiť. Dečiši Istennek. Sláva Pánovi. Amen. Amen. Ja som... Do maďarčiny. Tak. Ďakujeme ti, Tomi. Ďakujeme za tvoje svedectvo. Majú sa aj pán Kösenjuk Tamášnak, aby som však vietalt. A ďakujeme, že tak z takého svojho praktického života si priniesol aj tie príklady. Kösenjuk, hogy a praktikus életet bol is hoztál nekünk példákat. A ak by niektorí neporozumeli tomu, že z akej moci on porúčal svojmu bratovi, tak trošku to vysvetlím. Valaki nem értette volna meg, hogy milyen hatalomból szólt az ő fiatalabbik testvéréhez, akkor elmagyarázom. Jeho otecko odišiel k pánu Ježišovi pred niekoľkými rokmi. Az édesapja elment az úrhoz pár évvel ezelőtt. A on vlastne, Tomáš, sa postavil na to miesto, kde stál otec v rodine. És Tamás oda állt arra helyre, ahol az édesapja állt a családban. A skutočne proste tí jeho súrodenci ho berú ako autoritu v rodine. És az ő testvérei úgy veszik őt, mint egy autoritást, nem tudom, mi az magyarul. Áno, autoritást. Tekintélyt. A proste to je to krásne, že aj z toho, čo si povedal Tomáš, vidieť, že tí tvoji súrodenci to zobrali veľmi vážne, že Boh ťa postavil tam na tom miestu, kde bol tvoj otecko. A bol iš, amit mondtál, látnúť a testvéreid komolyan veszik azt, hogy az Úr odaállított téged arra a helyre. Ale je to veľmi pekné, že si sa vedel pokoriť a vedel si pýtať toho svojho súrodenca. Aj napriek tomu, že máš to postavenie v tej rodine, vedel si si pýtať odpustenie, keď si sa zmýlil. To nagyon szép tőled, hogy meg tudtál aláskodni, és mikor észrevetted, hogy igazságtalanul bántál a testvéreddel, akkor bocsánatot tudtál tőle kérni. Vieš, lebo toto je jedna veľmi dôležitá skúsenosť. Ez je nagyon fontos
tapasztalat. Že ak, ak by tvoji súrodenci mali takú skúsenosť, že ty zneužívaš to svoje postavenie v rodine. Hogyha a te testvérednek olyan tapasztalattal lenne, hogy te visszaélsz a te hatalmaddal a családban. Tak im by sa zatvrdzovalo srdiečko. Akkor nekik megkeményedne a szívük feléd. A hromadili by sa problémy. És felhalmozódnának a problémák a családban. Ale to je dobré, keď sa vieme pokoriť. De nagyon jó, hogyha meg tudunk aláskodni. Hovoril si o tom jednom slove. Povedz len slovo. Beszélte arról egy szóról, hogy elég, ha mondasz egy szót. Áno, slovo má veľkú moc. A szónak nagy hatalma van. To, to, čo vidíme v tomto svete a počúvame aj z médií. Azt, amit látunk ebben a világban és hallgatunk a médiákból is. Tak to je úplná devalvácia, znehodnocovanie slova. Az egy teljes devalváció a szónak a értékvesztése. Niekedy mám taký dojem, že z tých rádií a z tých médií idú, čím sú tie slova lacnejšie a bezvýznamnejšie, tak tým viacej melú tieto slova z týchto médií. Néha olyan érzésem, hogy a rádiókból, meg a más médiákból, amik jönnek szavak, minden hatalmasabbak, annál több meló. To znamená, že vidíme, že slovo v médiách nemá cenu. Lássuk, hogy a médiákban a szónak nincs értéke. Je, tento svet trpí veľkou devalváciou slova. Ez a világ a szónak a nagy devalvációval, ez az értékvesztésével szenved. Neraz, keď vkročím do nejakého verejného priestoru a tam je zapnuté rádio, sokszor, hogyha valami nyilvános helyiségbe lépek, és ott be van kapcsolva a rádió. Tak, také vravy proste zaznievajú, že človeka to až normálne provokuje k tomu, že vypnite tie hlúposti, lebo to je až bolestivé počúvať. Olyan beszédek hangzanak ott el, hogy az ember szinte úgy érzi, hogy dühös, és azt mondaná, hogy kapcsoljátok ki ezt egészet. A keby ste vy chceli do rádia povedať 4-5 rozumných vied, tak vás nepustia k tomu. És ha tík szeretnétek mondjuk a rádióban mondani 4-5 értelmes mondatot, akkor nem engednek hozzá. Lebo proste to už by bolo príliš veľa. Az már túl sok lenne. Oni celý deň melú hlúposti o ničom. Egész nap darálják a hülyeségeket a semmiről. Ale proste vy, keby ste 4 vety chceli povedať, ktoré majú hodnotu a cenu pre tento svet, tak vás nepustia k tomu. De ha ti akár csak 4-5 mondatot szeretnétek mondani, aminek van valami értéke a világ számára, akkor nem engedik meg nektek. Preto ja o tomto takto hovorím, aby ste si uvedomili, že akú veľkú cenu má slovo vypovedané vierou. Tak azért mondom, hogy tudatosítsátok, hogy milyen nagy értéke van annak a szónak, ami hittel van kimondva. Ja už dneska skoro od obeda som tu a modlím sa s ľuďmi. Én ma szinte ebédtől itt vagyok és imádkozok az emberekkel. A viem, že tí ľudia prvorade sem prichádzajú z tých veľkých vzdialeností pre slovo. És tudom, hogy az emberek nagy távolságokat tesznek meg, főleg a szóért. Proste z rôznych končín Slovenska dneska tu boli ľudia. Slovákia különböző helyéről. A oni prišli pre slovo. És ők a szóért jöttek. A videl som, že to slovo, akú veľkú prácu vykonalo v ich životoch. Láttam, hogy ez a szó milyen nagy munkát cselekedett az életükben. Ja nemám striebro, nemám zlato. Nekem nincs aranyom, se ezüstöm. Ale mám slovo. De van szó, szava. A vidím, že ľudia neutekajú tak ani za striebrom, ani za zlatom, ako už dneska idú za slovom.
És látom, hogy az emberek már nem is annyira ezüst vagy az arany után futnak, mint a kimondott szó után. A to slovo je prorocké slovo, ktoré hovorí, že ľudia budú hladní nie po chlebe, ani po nejakých iných hodnotách, ale budú hladní po slove. És ez egy profétai szó, hogy az emberek nem is a kenyér után lesznek kiéhezve, hanem Isten szava után. A že budú proste prekonávať moria, aby prišli pre slovo. És átmennek meg a tengereken is, hogy meghallják az Isten szavát. Aké je to dôležité, milovaní bratia, sestry, aby sme mali slovo, slovo potešenia, slovo povzbudenia. Milyen fontos, drága testvérem, hogy legyen bennünk szó a vigasztalásnak a szava például. A aby sme vedeli pozdvihnúť tých, ktorí sú padli. Hogy fel tudjak emelni azokat, akik elestek. A dať nádej beznádejným. Adni reményt a reménytelenségben. Dať svetlo tým, ktorí sú vo tme. Adni fényt azoknak, akik sötétségben élnek. Tí, ktorí majú strach, tak ich vyviezť proste do radosti. Akiknak félelmük van, azokat a örömbe vezetni. Ako chcete to ináč urobiť, ak nie slovom? Hogyan másként szeretnétek ezt, mint ha nem szóval? Slovo má moc. A szónak ereje van. A preto aj tento stotník povedal, že ja keď niečo poviem svojmu sluhovi, to má moc. Ezért mondta ez a százados is, hogyha én mondok valamit a szolgámnak, annak hatalma van. Viete, ak nebudete veriť v moc svojho slova, tak budete len blabotať. Ha nem fogtok hinni a te szavatoknak a hatalmába, akkor csak blabotať. Akkor csak fecsegni fogtok. To znamená, že proste ja sa snažím vždycky tak hovoriť, aby som neblabotal, ale aby to, čo hovorím, aby to malo mocný dopad v srdciach poslucháčov. Én igyekszek mondani úgy szót, hogy ne csak fecsegjek, hanem legyen a szónak hatalma a hallgatóknak a szívében és az életében. Ja tu mám pred sebou našich milých, proste a za krátky čas on, ten brat ide do Norska a on sedí teraz s nami. Van előttem egy drága testvér, aki nem sokára Norvégiába fog utazni. Ale on prišiel sem pre slovo. De eljött ide, hogy hallja a szót. Je to tak, brat môj? Így van, testvérem. A to slovo má moc na tvoj život, na tvoje srdce. És ennek a szónak hatalma van a te szíveden, vagy a szíved felett. A ty, sestrička, ty si prišla niekde z východného Slovenska. És te, testvérnő, pedig Kele-Szlovákiából jöttél. A prišla si pre slovo. És szintén a szóért jöttél. Pozrite sa, aká je to veľká moc, keď my veríme v moc toho, čo hovoríme. Lássátok meg, hogy az milyen nagy hatalom, hogyha mi hiszünk abban a hatalomban, amit kimondunk. Ja tak až bolestím nad tým, keď sa pozerám na tento svet a proste a nevidí hĺbku ani krásu slova. Szinte fáj nekem, hogyha figyelem ezt a világot, és nem lássák a szónak a mélységét és a szépségét. Svojím slovom môžeš degradovať svoj vzťah a svojím slovom môžeš budovať svoj vzťah. A te szavaddal ledöntheted a kapcsolatodat, de fel is építheted. Ty svojím slovom môžeš uzdraviť srdce toho druhého a svojím slovom môžeš zraniť srdce toho druhého. Te a szavaddal ugyanúgy tudod meggyógyítani a szívét a másiknak, de ugyanúgy össze is tudod törni. Slovo má veľkú moc. A szónak hatalma van. A preto si vážte slovo. És azért értékeljétek és tiszteljétek a szót. Lebo nikdy neviete, ktoré slovo vaše bude posledné. A soha se tudjátok, melyik szó lesz a ti utolsótok. Ja vždycky sa tak snažím hovoriť. Én mindig úgy igyekszek beszélni. Aby keď už nikdy ústa neotvorím. Hogyha már sose nyitnám ki a számat. Aby tie slová, ktoré posledné zazneli z mojich úst, hogy azok a szavak, amelyek utoljára hangzanak el a számból, boli slová požehnania, uzdravenia a potešenia. Hogy a áldásnak, a vigasztalásnak és a örömnek a szavai legyenek. Lebo už, keď som dohovoril, tak už
nebudem môcť povedať, prepáč, no, nemal som dobrú náladu, tak toto som povedal. Nie. Keď som skončil, tak som skončil. Odznelo. Mert ha már befejezem, akkor nem fogok tudni bocsánatot kérni, ha elhangzott, akkor már elhangzott. A už nebudete vedieť naprávať to, čo sme zle povedali. És már nem lesz lehetőségetek helyrehozni azt, amit elrontottatok. A preto ja vás veľmi prosím, vážte si slovo. Ezért nagyon kérlek benneteket, tiszteljétek a szót. Vedzte, že vaše slovo má veľkú moc. Tudjátok, hogy a ti szavatoknak nagy hatalma van. A tak to bolo aj na počiatku. Így volt ez a kezdetben is. Na počiatku bolo slovo. A kezdetben volt az ige, vagy a szó. Na, to slovo bolo u Boha. Ez a szó az Úrnál volt. A to slovo je Boh. És a szó maga az Isten. A celý vesmír. Az egész űr. Aj všetko, čo je na ňom stvorené. És minden, ami benne vagy rajta van teremtve. Všetko stojí na slove. Minden a szón áll. Predstavte si, že aj táto zemegula stojí na slove. Képzeljétek el, hogy ez a föld is a szón áll. Aj mesiac, aj slnko, aj hviezdy, všetko stojí na slove. A hold is, a csillagok, minden a szón áll. A keď pán stiahne slovo, és ha az úr megvonja a szavát, tak jednoducho to všetko zmizne. Akkor minden eltűnik. Prestanú hviezdy svietiť. Abba hadnak világítani a csillagok. Zrútia sa do čiernej diery, stratia sa. Lezuhannak a fekete lyukba, elvesznek. A jednoducho všetko sa stratí. Minden elveszik. Všetko, čo stojí a čo vidíme, všetko stojí slovom. Minden, amit látunk, az Isten szavánál. A tento stotník hovorí pánu Ježišovi. Ez a százados mondja az Úr Jézusnak. Páne, povedz len slovo. Uram, csak szólj egy szót. Aká je to veľká moc? Milyen nagy hatalom ez? Aké je to veľké slovo, napríklad odpusť? Milyen nagy, milyen hatalmas szó az például, hogy bocsáss meg? Viete, keď som raz ako mladý muž zistil, že som nebol dosť pozorný voči svojej žene, tudjátok, egyszer, mikor még fiatal férfiként észrevettem, nem voltam elég figyelmes a feleségem felé. A uvedomil som si, že o čo všetko som pripravil svoju ženu. Tudatosítottam, hogy mi mindentől fosztottam meg az én feleségemet. Tak som prišiel za ňou a povedal som jej, môžeš mi to odpustiť. Akkor elmentem utána, és kértem őt, hogy meg tudod nekem ezt bocsájtani. Ale jedno, jediné slovo. Áno. És ő csak egy szót mondott, hogy igen. No, otvorilo to novú perspektívu. Ez egy új perspektívát nyitott. Niekedy by človek si myslel, že na to, aby niečo nové mohlo nastať v jeho živote, potrebuje veľa peňazí. Valaki azt hiszi, hogy ahhoz, hogy valami új kezdődjön az életébe, sok pénzre van szüksége. Potrebuje veľký finančný základ. Nagy pénz alapja kell, hogy legyen. Tőke. Tőkeje. Ale na to, aby začali nové veci, ahhoz, hogy új dolgok kezdődjenek, musíme na novo rozmýšľať, új onnan kell gondolkoznunk, a na novo rozprávať. És új onnan beszélnünk. Lebo ak tak žijeme, že jednou rukou budujeme a druhou rukou búrame, már ha úgy élünk, hogy egyik kezünkkel építünk, a másikkal meg ledöntjük. Jednej chvíli hovoríme, že ťa milujem, a druhej chvíli hovorím, že ťa nenávidím. Egyik pillanatban azt mondjuk, hogy szeretlek, a másikban azt mondom, hogy gyűlöllek. Tak žijeme v jednom veľkom chaose. Akkor egy nagy káoszban élünk. A jednoducho žijeme medzi troskami. És egyszerűen troska. Troski. Romok. És romok között élünk, köszönöm. Ak chceme proste žiť jeden krásny, zriadený život, ha egy csodálatos és rendezett életet szeretnénk élni, tak nemôžeme rozprávať hore-dole. Nem beszélhetünk össze-vissza. Musíme hovoriť veci, ktoré budujú. Úgy kell beszélnünk, hogy építsenek a mi szavaink. A nebúrame. És ne döntsünk velük. Musíme tak hovoriť, že uzdravujeme.
úgy kell beszélnünk, hogy gyógyítsunk. A ne zranjujeme. És ne okozunk fájdalmat. Musíme tak rozprávať, že máme cieľ a vidíme na ten cieľ. Úgy kell beszélnünk, hogy van célunk, és látjuk azt a célt. A ne búrať tieto veci a padať do zúfalstva. Do zúfalstva. Ledönteni ezeket a dolgokat és reménytelenségbe esni. Lebo tak náš život je v chaose. Akkor a mi életünk káoszba lesz. Pán Boh nás povolal k tomu, aby sme budovali. Az Úr ahhoz hívott minket, hogy építsünk. A aby sme žehnali. És hogy áldjunk. A Peter apoštol hovorí v svojom prvom liste. Péter apoštol az első levelében mondja. Že na to ste povolaní. Hogy arra vagytok elhivatva, aby ste žehnajúc iných, hogy másokat áldva, zdedili požehnanie. Örököljétek a áldást. A či môže z toho istého prameňa ísť aj sladká, aj horká voda? És jöhet-e ugyanabból a forrásból édes és keserű víz egyszerre? Či môžete z toho istého stromu brať aj horké a zlé ovocie, aj dobré a sladké? Tehettek ugyanarról a fáról keserű és rossz gyümölcsöt és édeset egyaránt. Pán Ježiš povedal, učiňte strom dobrým. Az Úr Jézus azt mondja, hogy tegyétek a fát jóvá. A bude aj jeho ovocie dobré. És a gyümölcse is jó lesz. Ale ten človek, ktorý používa svoj jazyk aj na to, aby ranil, aj na to, aby potešoval, tak ten je vo veľkom chaose. Az ember, aki a nyelvét arra is használja, hogy megsebezzen, és azzal arra is, hogy áldjon, az nagy káoszban él. Boh povedal, a stalo sa. Isten mondta, és megtörtént. A stačilo slovo. Elég volt egy szó. A to slovo bolo na počiatku. Ez a szó a kezdetben volt. A tým slovom je Boh. És ez a szó az Isten. Ale tento svet nám ukazuje, že slovo nemá cenu. De ez a világ azt mutassa nekünk, hogy a szónak nincs értéke. Komu, ak som niekomu povedal, že aký veľký význam má pre mňa Božie slovo. A valakinek azt mondom, hogy milyen nagy fontossága van számomra Istennek a szavá. Há, čo je to slovo Božie? To sú len reči. Mi az az Isten szavá, azok csak mondások, mondta valaki. Takto si to predstavuje, pretože svet mu to takto predstavuje. Ezt azért képzeli úgy, mert a világ ezt így mutatta be neki. Ale my musíme svoje slovo držať. De mi kell, hogy tartsuk a mi szavunkat. A keď niečo povieme, tak za tým musíme stáť. Ha valamit megígérünk, vagy megmondunk, az ki kell mellette állni. A musíme vedieť obhájiť slovo. És kell, hogy tudjuk megvédeni a szót. Lebo slovo má veľkú moc. Mert a szónak nagy hatalma van. A tak pán Ježiš povedal slovo. Így az Úr Jézus mondott egy szót. A tento sluha bol uzdravený. És ez a szolga meggyógyult. A teraz pán Ježiš hovorí aj k tebe to svoje slovo. És most az Úr Jézus hozzád is szól, drága hallgató. Aby sa uzdravilo aj tvoje srdce. Hogy a te szíved is meggyógyuljon. Aby sa upokojila aj tvoja rozbúrená duša. Hogy a te viharos lelked is megpihenje, megnyugodjon. Aby aj do tvojho života prišlo svetlo, do tej tmy tvojho života prišlo svetlo. Hogy a te életednek a sötétségében is felragyogjon a fény. A jeho je česť. És övé a dicsőség. Aj sláva. Na večné veky. Halleluja. Amen. Övé a dicsőség, a magasztalás. Mindörökké. Mindörökké. Amen. Amen. Ďakujem vám za pozornosť. Köszönöm a figyelmeteket.